Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai videóban, ahol is szabásminta szerkesztésről lesz szó. Itt előttem látjátok már a mintát, amivel majd dolgozni fogok. Egy alapszoknya szabásmintát fogunk átalakítani. Több kérdés jött azzal a háta emeléssel kapcsolatban, hogy amikor 3 centivel megmagasítjuk a derekát, akkor nem biztos, hogy olyan... Tehát, nem olyan egyszerű ez az emelés, mint ahogy elsőre tűnhetne, illetve egy újabb technikát is szeretnék mutatni, amit így a napokban tapasztaltam ki saját szabás mintán, és ezt is szeretném hozzátenni, ugyanis hát ha segítség lesz. Kezdjünk is bele a közepébe, tehát előttem láttok egy háta alap szoknya mintát, illetve egy eleje szoknya szabás mintát, itt föl is írogattam, hogy akkor mit tartalmaznak, tehát a csípőkerületet, a teljes csípőkerületemet osztottam 4 felé, ez lesz a háta negyede, aztán utána ugyanez az eleje negyede, aztán 1,5 cm-rel magasítottam az oldalát, én az utóbbi időben azt vettem észre, hogy nekem 1,5 cm kell, azért, mert a csípőm, illetve a derekam között nagy a különbség, és akkor ez így több anyagot igényel itt az oldalán, úgyhogy ezért az 1 cm-t, amit ilyen általános emelés szokott lenni, azt én 1,5 cm-re bővítettem ki. Az oldalából arányosan vettem el, elején, illetve a hátán is, a fél csípőkerületből elvettem a fél derékkerületet, a különbséget pedig úgy osztottam el, hogy a hátán 3 cm-es, szűkítő legyen, az elején megmaradjon a 2 cm-es, és a különbséget osztottam el arányosan két felé. Nos, ez az alap szoknya szabás minta, és akkor most nézzük a hátával kapcsolatos módosításokat. Tehát amit már egy előző videóban is elmondtam, illetve úgy találjátok meg, majd valahogy ide beszúrom ide felülre, hogy a hátát, tehát hogy miért ugrik fel a szoknya háta, ezt innen kiradírozom, hogy ne zavarjon, de most a háta szabás mintával dolgozunk, és ezt úgy mutattam meg, hogy a háta közepétől a szűkítő vonalán át húztam egy egyenest. Az egyenes mentén föl kell vágnom a mintát, és abban a videóban én 1,5 cm-es emelést emlegettem. Én azt vettem észre saját szabás mintáimon, hogy ez a 1,5 cm nekem nem elég. Sajnos még mindig, tehát ezt a módosítást elég végezve is azt tapasztaltam, hogy a szoknyám hátul fölugrott. Viszont azért megmutatom, mert ebben van olyan lényeg, vagy van olyan dolog, amit majd át fogunk vinni az én módosításomra. Tehát fölvágtam a szűkítő aljánál, bevágom a szűkítő közepét is, hogy ezt szépen nyitni tudjam. És ezt fogom majd most itt kipótolni egy papírral, tehát alá beteszek egy másik papírt, ezt ide fogom ragasztani, az alja megvan, és most itt 1,5 cm-rel fogom emelni. Vannak olyan testtartások, ahol ez a 1,5 cm ez elég. Tehát nincs belőle probléma. Úgyhogy ezt mondom, ezt egy próba anyagon ezt muszáj kipróbálni, mert sajnos a varrásban vannak ilyen dolgok, amit csak akkor fognak kiderülni, hogyha ha el van készítve a darab. Szóval itt húztam be 1,5 cm-nél egy vonalat, és ide fogom ragasztani a szoknyának a tetejét. Így. És ezzel látszik, hogy ami a 3 cm-es szűkítőm volt, azzal, hogy én ezt fölvágtam, tehát anyagot tettem bele itt ebbe a részbe, itt, ezt így kibővítettem, ez a része, azzal nekem a szűkítőm, a háta szűkítőm, ez így szépen kinyílt, és egy jó 4,5, majdnem, hogy 5 cm-es lett a szűkítőm. Ezzel a 1,5 cm-es emeléssel. Egy kicsit kiszíneztem itt, hogy jobban látszódjon. De most azzal, ugye, hogy szétnyitottam a szűkítőt, tehát bővítettem a szűkítőt, itt nagyon jól látszik, hogy megtörik a szoknyának az oldala, úgyhogy ezt mindenféleképpen ki kell javítanom. És akkor maga a szoknya, akkor ez most így néz ki
Tehát itt ezeket a vonalakat én kijavítom. Ez a teteje, és akkor ez pedig, hoplá, a régit ki lehet belőle szedni. Jó, na most ez az a módosítás, amit én eddig magyaráztam, illetve, hogy még tovább menjek, ugye ez az 5 cm-es mélységű szűkítő ebben a formában, ez így nagyon-nagyon sok, és sehogy sem lehetne ezt olyan szépen megcsinálni, hogy ne legyen csúcsos a vége. Úgyhogy ilyenkor, akinek ilyen problémája van, tehát hogy emelni kell a hátarészét, és növekszik a szűkítő, ezt ketté szokták osztani, és akkor ebből a szabásmintából lesz egy ilyen szabásminta. Tehát azt az 5 cm-es szűkítőt én szépen elosztottam itt a hátán, megmaradt egy 3 cm-es, és plusz még egy 2 cm-es szűkítőt tettem be, tehát így ezt a 2 cm-es szűkítőt külön választottam igazából, és akkor úgy másoltam át az egészet, tehát ezt az egész háta szabásmintát, és akkor ez lesz maga a végleges szabásminta, ami majd kapcsolódik az elejéhez. Tehát eddig a videónak ebben a részében ezt a egy ilyen általános másfél centiméteres emelést beszéltünk. Most viszont térjünk rá arra, amit én Instastorykban is, meg már itt több helyen magyaráztam, hogy 3 centiméteres emelés esetén mi történik. És most visszatérek az alap kiinduló szabásmintánkhoz. Itt van az alap szabásmintánk, és mindent előről fogunk kezdeni. Tehát amit én tapasztaltam, az az, hogy ebből a tartásomból adódóan nem volt elég ez a másfél centiméteres emelés, úgyhogy nekem 3 cm-re kellett ezt bővítenem. És ez a 3 cm már nekem akkor is kérdőjeles volt, amikor így a nadrágokat készítettem, ugyanis azon gondolkodtam, hogy ha a nadrágoknál 3 cm-es ez az emelés, akkor a szoknyáknál miért csak másfél cm? Úgyhogy volt nekem ott egy ilyen másfél cm-es kérdőjelem, hogy hova tűnik ez az a hiány. Ennél a módosításnál, amit én magamnak tapasztaltam, az az, hogy fölemelem, ha fölemelem itt 3 cm-rel, ha csak így simán megemelném itt a hátát, és levinném a derekához, így mutatom, hogy lássátok, így egyenesben ezt az emelést, akkor mi történik? Ilyen hegyes lesz a szoknyának a vége. És ezt hogyan tudjátok ellenőrizni? Úgyhogy, ha így a papírt behajtjátok, átmásoljátok itt ezt a részt, és akkor így lehet ellenőrizni, hogy itt azért ilyen csúcsos lesz a szoknyának a háta közepe része, és ez megint nem jó. Szóval, aztán utána, hogyha csak így egyenesen hoztam volna ki magát a szűkítőt, és magát a háta derék részt, és így mentem volna le, nekem akkor sem volt jó. Tehát itt szoknyáknál meg minden háta részénél arra kell törekedni, hogy ez itt derékszögű legyen ez a háta közepe rész. Úgyhogy én ezeket a vonalakat ki is radírozom, hogy ne zavarjanak. Tehát ami megfigyelésem volt az az, hogy ha így vissza egyenesen összekötöm ezt a két pontot, akkor jól látszik, hogy derékszögem akkor lesz, hogyha én itt ezt a háta közepe részét kihúzom. Tehát kijövök vele. És ez nálam körülbelül ilyen 2 cm-es bővítést igényelt itt a háta közepe részén, úgyhogy ide én húzok is végig az alján is, meg mindenhol egy 2 cm-es egyenes részt. Ja. És a háta közepét itt a csípő pontomhoz fogom így összekötni. És ezzel jól látszik, hogy meg lesz a derékszögem. Na most ez a 2 cm-es háta kijövetel nekem már csak abból a szempontból is érdekes volt, hogy ugye az előző szabásmintánál mi 2 cm-rel bővítettük a szűkítőt. Úgyhogy ez a 2 cm-es bővítés, mármint ez a 2 cm-es szűkítő
bővület az nekem itt, ezen a részen már megvan igazából. Viszont én azt csináltam, hogy ezt már eleve elvettem belőle, tehát így az eredeti szűkítőmhöz nem kell hozzányúlni. Nem tudom, hogy érthető-e ez a lényeg. Úgyhogy, tehát itt ezt a 2 cm-t én már elvettem a derékból, és megmarad a 3 cm-es szűkítőm, és ezzel így szépen kihoztam derékszögben ezt a háta derék részt, és amikor majd ezt fölveszitek, ugye a fenék az itt helyezkedik el, a fenék az fölvesz valamennyit így, és akkor ezzel szépen ez itt egyenesen rá fog jönni a derekatokra. Viszont nagyon fontos dolog, hogy ugye mi most itt a hátát, a háta közepét, illetve a csípőt is bővítettük. Tehát 2 cm-rel most a csípőkerülettől, mint a fél csípőkerületen nagyobb a szoknyánk, mint aminek lenni kellene. Nekem 47 cm a csípőkerületem, és hogy a fél csípőkerületem, hogyha most ezt lemérem, 25,5 plusz. Plusz az eleje, ez 49,5, tehát megvan benne az a 2 cm félkerületen, összesen 4 cm-rel nagyobb a szoknya, mint aminek kellene lennie. Úgyhogy én azt csináltam, hogy ezt a 2 cm-es hátabővítést az eleje közepéből vettem el. Az oldalához nem nyúltam a szoknyának, mert azoknak egyformának kellene lenniük, tehát szimmetrikusnak, hanem az elejéből elvettem ezt a 2 cm-t. Jó, és az új eleje közepe részem az, ez az új vonal lesz, nem pedig ez a régi, jó? Úgyhogy ezt most itt, ezt így szaggatottal jelölöm, hogy megmaradjon, hogy ellenőrzésképpen majd tudjunk mihez viszonyítani, de innentől kezdve nem sokat nyom alatba. Most, hogy elvettük ezt a 2 cm-es részt az elejéből, a szűkítőt, az eleje szűkítőt, azt ki is lehet szedni belőle, ugyanis ez egy 2 cm-es volt, ezt nyugodtan ki lehet radírozni, nincs már rá szükség. Tehát ebben a szoknya fajtában, vagy formában, ennél a szoknyánál eleje szűkítőre nem lesz szükségünk. Ugyanis a tartásból adódóan is, azzal, hogy így a fenék az kiáll, ez a tartás, ez így előre nyomja a hasnak ezt az alja részét, és nem lesz szükség szűkítőre. Úgyhogy ez nálam egy ilyen saját megfigyelés, és azt csináltam, hogy ezt honnan jöttem rá igazából erre a hátamódosításra is. Tehát egy nagyon egyszerűen hozzá tettem a hátamat egy egyenes falhoz. Jó? Tehát így, mert most nagyon furcsa rajz lesz ez. Tehát odaálltam a falhoz, és megnéztem, hogy melyik az a pontom, amelyik legelőször a falat érinti. És nekem abszolút a fenekem volt, tehát így jön. A hátamnál volt egy nagy hézag, és majdnem, hogy a hátam nem is érinti. Hát most nagyon csálé lett ez a rajz, de tehát itt jön, itt a fenekem, így, és akkor a hátamnál pedig szintén volt hézag. És én ebből indultam ki, tehát nekem ez volt a legelső szempont, hogy ezt megvizsgáltam, hogy mi az a pont, ami először az egyenes vonalat érinti, tehát az egyenes falat. És amikor ezt megnéztem, utána kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetne javítani a szabás mintát. Úgyhogy ezt javaslom, hogy próbáljátok ki, lehet, hogy segíteni fog. És most, hogy elkészítettük ezt a rajzot, ezt ki is szedem, ezzel az alapmintánk nagyjából meg is van, én ezt az íves vonalat ezt is kiradírozom, erre sincsen szükség, ugyanis a háta dereka az itt lesz fönt. Aztán utána nekem egy olyan kérdésem is jött, hogy azzal, hogy én ugye elvettem itt az elejéből ezt a 2 cm-t, és a szűkítő ameddig ért, ugye ezen a ponton itt volt nekem az eleje szűkítő végem, itt már azért nem vettem el. Tehát a szűkítő miatt nincsen anyag, amiből el kellene venni, viszont én itt az elejéből elvettem. Nem probléma, mert a hátán ugyanezen a ponton pedig hozzá van adva. Jó, tehát nincsen hiány a szoknyában, vagy hát nem kellene lenni hiánynak a szoknyában, de ezt mielőtt
szabnátok, ezt ellenőrizni kell, tehát lemérem a háta kerületet 25,5 plusz az eleje, és ez pontosan, azt nem látjátok, 47 cm. Jó, tehát így nekem a teljes csipő kerületem megvan, ellenőrzésképpen lemérem a derék kerületet is, 8,5 plusz 16,5 plusz az eleje, ez pontosan 34 cm, és nekem 68 cm a derék kerületem, úgyhogy ez teljesen tökéletes. Ebben a formában ez lesz az alapmintánk. Na most menjünk tovább, és mi van akkor? Tehát ugye látjuk, hogy ennél a szabás mintánál a háta közepét nem tudjuk egyben kiszabni, ugyanis van benne egy ilyen, hát egy ilyen ferde vonal. De mi van akkor, hogyha mi a szoknyánkba a háta, tehát egybe szeretnénk kiszabni a hátát, mert egy olyan szabás mintával dolgozunk. Na akkor jön a számításba ez a plusz 2 cm, amit pluszban be kell tennünk nekünk ide szűkítőként. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a derekát, tehát ezt az egyenes vonalat, amit behúztam, meghosszabbítom így, mindig arra kell törekedni, hogy derékszögű legyen a háta közepe, úgyhogy ezt itt meghosszabbítom, körülbelül ilyen 7-8 cm-ig ott lesz majd az egyik szűkítő, illetve tőle egy arányosan lesz a második szűkítő. Most az első szűkítő, ami a háta közepéhez ér, az mindig nagyobb, illetve hosszabb, és ami a kifele van, az pedig mindig kisebb és rövidebb is. Jó? Úgyhogy most ezt szépen itt átalakítom. Jó, tehát az előző, amit mutattam, hogy így ferdén jön ki, akkor az akkor jó, amikor nem kell egyben kiszabni a háta szabás mintát. Úgyhogy ezt behúzom 14 cm-re, és ez lesz másfél-másfél, tehát megmarad a 3 cm-em. Én pedig kimérem a második szűkítőt, mondjuk 4 cm-re. Ezt mondjuk ilyen 12 cm hosszúra mérem. Egyik. Másik, és akkor így viszem le az oldalához a derékvonalat. Ellenőrzésképpen pedig megmutatom, összezárom a szűkítőket, és itt jól fog látszódni, hogy javítanom kell egy picit a vonalon. Ugyanis itt jön, tehát nem egyenes ez hanem ilyen hullámos, hogy látszik-e. Úgyhogy itt azt fogom csinálni, hogy egy picit lecsapok ebből a részből így, és akkor ezáltal ilyen szép lesz majd ez a derékvonal, úgyhogy ezt még itt kijavítom, és akkor ez lesz a végleges háta derékvonal. Így. Jó, tehát, hogy mondjam, nem egy egyszerű dolog a méretre készített szabás mintáknak a világa. Tényleg nagyon sok kísérletezést igényel, hogy mit, miért, hogyan kell húzni, illetve milyen módosítások mit okoznak egy szabás mintán. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vagy azt csináljátok, tehát mindenféleképpen csináljatok egy teszt szabás mintát, illetve egy teszt szoknyát, amin kipróbáljátok ezt a módosítást. Tehát vagy azt, hogy a hátát így ferdén szabjátok ki, és akkor nincsen második szűkítőre szükségetek, vagy hogyha szeretnétek egyben kiszabni, akkor viszont mindenféleképpen két szűkítőre lesz szükségetek, ugyanis többletetek lesz itt a hátában, úgyhogy ezt valahonnan el kell venni, és az a valahonnan az egy második szűkítő. Jó, tehát ezzel igazából ez a módosítás megvan, és elkészültünk, úgyhogy arra kell majd figyelni, hogy
ha így összeillesztitek a szabás mintákat, akkor ezek az ívek azok egyformák legyenek, illetve arányosak legyenek. Illetve én még amit el szoktam készíteni ilyen alap mintáknál, az az, hogy az alját egy-egy centiméterrel szűkíteni szoktam. Ettől nem lesz ceruza szoknya hatása a szoknyának, abszolút. Sőt, én azt vettem észre, hogy jó is, hogyha benne van ez az egy centiméteres szűkítés. Valahogy olyan szebb lesz a szoknyának a formája, úgyhogy én ezt még itt berajzolom. Így, arra kell figyelni, hogy itt ne legyen csúcsos majd a szoknyának az oldala, és ezzel megvan az alapmintánk. Zölddel ismételten kihúztam, és azért ezt a változatot húztam ki, ugyanis én ezt jobban szeretem, személy szerint jobban szeretem, aztán utána rátok bízom, hogy melyiket választjátok. Jobban szeretem azért, mert ez a módosítás utána az én felső részeimet is befolyásolja. Tehát amikor például blézert, ruhát kell készítenem, akkor nálam ez a kis csípőben való kiugrás, illetve a deréknak ez a bemenete, ez nagyban befolyásolja a felső részeimet is, úgyhogy ezt mindenféleképpen figyelembe szoktam venni, és azért szoktam ezt a szoknyán, részét így elkészíteni, úgyhogy egy szűkítőm van hátul, elől nincsen szűkítőm, és akkor így néz ki maga a szabás minta. Úgyhogy remélem sikerült átadnom azt a tudást, amit én így az utóbbi időben szereztem a szoknyákkal kapcsolatban. Úgyhogy hát próbáljátok ki, és jelezzétek, hogy ha sikerült, hogyha ha bármi kérdésetek van, akkor itt ezt a videó alatt fel tudjátok tenni, és én megpróbálok rá válaszolni a lehetőségeim szerint minél hamarabb. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! On the rooftop, baby, the sun is shining. On the rooftop.